amikor ő mondja, hogy szaloncukor, mit tudom én mi, akkor onnan van véve, és ezt a kiv az anteriori. Nagy volt a sürgés forgás a Győri Balett stúdiójában pénteken. A Kip-Kop és Tip-Top kalandjai után most Kip-Kop karácsonyát mutatják be a Tánci-Tánci program részeként. Igaz másként az online térben. Megszületett a Győri Balettnek a programjában ez a Kip-Kop és Tip-Top története, ami egészen kisgyerekkortól szinte babáknak készült, ami azért született, hogy bevonjuk őket is a színház, a kultúra világába, hogy igazából nem lehet túl korán kezdeni ezt a műfajt, zenéket, formákat, formavilágokat, állatokat mintázott meg az előző Kip-Kop és Tip-Top története. A mostaniban, ami viszont most készült, abban pedig Kip-Kopnak a karácsonyát mutatjuk be. Ez egy ráhangolódás az ünnepekre, ez azért készül, hogy a kisgyerkőcöket sok színes kavalkádban bevonjuk a karácsony szeretet ünnepébe. A Kip-Kop karácsonya, megtartva a hagyományt, elsősorban a legkisebbekhez szól, de a szívmelengető történet a felnőttek számára is melegséget juttat a szívekbe. Ez a darab ez úgy épült fel, hogy folytatva az előzőnek a hagyományát, az előzőnek a hagyományait, ugyanúgy ugyanennek a korosztálynak készült, 0-tól 6 éves korig, illetve hát felnőtt szülőknek is bátran ajánljuk, de egy gyerekdarab készült ugyanerre a mintára, és az előzőből, az előzőnek a mintájára azért került két kisgyerkőc, hogy egy picit még jobban tudjunk nyitni e felé a korosztály felé, hogy még közelebb tudjunk kerülni hozzájuk, hogy van, általuk van egy kapocs a két kisgyerek szereplő között, mert mi, mint felnőtt táncművészek, azért ő általuk még egy picit tudunk nyitni feléjük, illetve pont, hogy a Kip-Kop, ahogy halad végig a története során, pont két kis gyerkőc vezeti végig ezen az úton, ahogy az erdőből megérkezik a karácsony szent ünnepére, és ez a két kis gyerkőc az, aki végig követi ez az úton, végig kíséri, ő mutatja nekik az utat. A gesztenye fiú karakterébe Horváth Kadabúig, a Cinke és Csillag szerepét pedig Hergen Röder Jázmin és Nyári Virág balettnövendégek mutatják be. Én nagyon jól éreztem magamat, és nagyon jó ez a Kip-Kop. És mi az, ami a legjobban tetszik neked benne? Hát, hogy táncolhatok benne. És melyik szereplő vagy? Azt is eláruld nekünk? A Csillag. Csillag, szuper. És akkor ilyen kicsit mesélj is nekünk, hogy neked hogy tetszett. Nekem nagyon tetszik ez a darab, és szeretek benne táncolni. És te melyik szereplő vagy? A Cinke. A darabot a pandémia miatt közönség előtt nem tudják bemutatni, a pénteken készült felvételt majd az interneten tekinthetik meg az érdeklődők. A vírushelyzetnek hála, vagyis hát sajnos nem tudjuk bemutatni a közönségnek, de természetesen a közönségünkre folyamatosan nyitottak vagyunk, mi készen állunk a közönségnek produkcióinkat bemutatni, és ezért született az a döntés, hogy mégiscsak legyen Kip-Kop és Tip-Topnak karácsonya, a gyerkőcök mégiscsak találkozzanak Kip-Koppal és Tip-Toppal, és ezáltal ez a megszokott színházi környezetekben a most nagyon használatos dolog, hogy online verzióban lesz látható az előadás. A legkisebbeknek szánt előadásra a jegy.hu-n válthatnak jegyet, melyet december 24 és 26 között bármikor megtekinthetnek.